A DK fővárosának minősülő Újbuda vezetése osztogatásba kezdett önmaguk számára. 750 ezer forintról 1,7 millióra emelte az önkormányzati cégvezetők havi juttatását, még a Göncz Árpád alapítványnak is jutott 3 millió forint, pedig semmi köze Újbudához. Miközben például az oltatlan óvónők fizetésének 40%-át megvonta a Szivárvány koalíció, azokban az esetekben, hogyha a csoportban akár csak egyetlen covidos gyereket is találnak, még ha negatív is a tesztje az oltatlan óvónőknek, akkor is betegállományba küldik. Idén nyomozást rendelt el a BRFK egy helyettes egészségügyi államtitkár korrupciós ügyében a Mi Hazánk mozgalom feljelentése alapján, ugyanis, mint azt közérdekű adatigényléssel feltártam, számtalan jogcímen 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt Kóti Tamás, az Újbudai Önkormányzat egyik előző, tehát fideszes cégvezetőjeként, és a prémiumokkal való visszaélés folytatódik a Szivárvány koalíció vezetése alatt is, immár több cégnél, hiszen két újat is alapítottak, immár 9 cégnél folyhat a prémium útyi. A ciklusokon átívelő hűtlen kezelés miatt tett tavaly decemberi feljelentésem és bejelentésem után, annak ellenére felfelé buktatták a korrupt intézményvezetőt. Kóti Tamás pikáns módon január 1-től épp az egészségügyi gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár lett. Ez ellen hiába tiltakoztam, de utána feljelentésem alapján kihallgatásra hívott a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya, elrendelték a nyomozást, és a védhetetlen helyzetben február végén már is leváltották helyettes államtitkári pozíciójáról. Az elszámoltatása azonban még várat magára. Szerte az országban sajnos gyakorlat, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságoknál az átláthatósággal szemben a látszólagos munkabér akár többszörösét fizetik ki különböző jogcímeken. A Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként közérdekű adatigényléssel fordultam az újbudai önkormányzati cégekhez, és több száz oldalnyi felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet is áttanulmányozva több 100 millió forintnyi olyan prémium kifizetését tártam fel, melyek valójában alapfeladataik voltak a cégvezetőknek. Például az önkormányzat épületét üzemeltető cégnél néhány helyiség kifestéséért járt milliós prémium. Az egyik új vállalatvezető a 2019-es választás utáni hatalom átvételük után képes volt azt előterjeszteni prémium feladatként már arra nulladik évre is a december 1-től hatályos megbízása után, hogy a cégvezetés átvétele, ez volna egy prémiumot érő plusz feladat. Vagy említhetném az előző Fidesz érából a közpénzből fizetett Las Vegas-i útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt, a helyi Habony Árpádot, aki az efféle utazásokra 25 millió forintot költött el közpénzből. Az ő milliós prémiummal díjazott célkitűzése az volt, hogy vegyen magának egy új céges autót. Közérdekű adatigényléssel feltártam, hogy a legnépesebb kerület rendelőintézetenek előző, tehát Fidesz ciklusbeli vezetője Kóti Tamás 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt 2019-ben, holott munkabére csak 750 ezer forint, de ennek végül több mint négyszeresét fizették ki neki átláthatatlanul. Prémium, természetbeni juttatás, szép kártya, iskolakezdési támogatás jogcímen és végkielégítésként, mely ellen csak én tiltakoztam a képviselőtestületben, az összes többi párt megszavazta, pedig választási ciklusra szóló határozott idejű munkaszerződésnél, megbízásnál nem járna végkielégítés. A cégvezető képes volt önmaga főnökeként szabadságmegváltásra is több milliót kiutalni egy év alatt, pedig valójában sokat hiányozhatott, álláshalmozó volt, hiszen a szakrendelő főigazgatója
a fizetése mellé úgymond projektvezetésre is szerződött 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés korábbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint 10 millió forintos megbízási díjat. A DK polgármestere itt az átláthatóságot kijátszva gátlástalan prémiumokkal Sunyin megtöbbszörözte a 750 ezres fizetését a cégvezetőknek, pedig az önkormányzati testületi határozat szerint, idézem, az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 750 ezer forint per hó. Pont. Tehát szó sincs állandósult prémiumról, amely ellen csak a Mi Hazánk mozgalom tiltakozott számtalan alkalommal, most pedig törvényesítik. Törvényesítették a legutóbbi képviselőtestületi ülésen, sőt, még tovább emelték a vezetőik fizetését. Az eddig papíron legalábbis 750 ezer forintról 1,7 millióra, ami éves szinten több mint 20 millió forint cégenként. Egyetlen cég felügyelőbizottsága nem támogatta csak a fizetést eddig megduplázó prémium kifizetését, hát amelynek felügyelőbizottsági tagja lehetek, ahol az ellenőrző testületet így meg tudtam győzni arról, hogy az hogy ez elfogadhatatlan. Azonban az önkormányzat politikusai végül egyhangúan felülbírálták ezt a felügyelőbizottsági döntést, és kifizették mégis a milliós prémiumokat. A Mi Hazánk mozgalom tehát egyedül maradt, de követeljük ezután is a prémium útjik megszüntetését szerte az országban.